Hivatalosan is megnyitották a Széchenyi Zsigmond halálának 50. évfordulójára rendezett, néhány napja már látogatható emlékkiállítást a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumban. Az író, vadász és utazó felesége Hertelendi Margit, vagyis Mangi néni is részt vett az ünnepségen, amit Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes nyitott meg, aki hosszan méltatta az 1967-ben elhunyt vadász és író Széchenyi Zsigmond szellemi örökségét, életműve jelentőségét. Mind a vadászat szempontjából, mind a vadgazdálkodás szempontjából, mind irodalmilag, és a futói tekintve is olyan értéket képvisel, ami az egyetemes magyar nemzet számára megkerülhetetlen fontosságú és jelentősége. Az ünnepi esemény alkalmat adott arra is, hogy a 60-i múzeum épület az Országos Magyar Vadászkamarának történő átadásáról is szó essen. Mint ismert, korábban a törvényjavaslatot az ellenzék is egységesen támogatta, majd Gyurcsány Ferenc nyomására a szocialista képviselők kihátráltak a törvényjavaslat mögül, megnehezítve ezzel, hogy a 60 ezer hazai vadász tömörítő szervezet könnyebben tudjon Európai Uniós forrásokra pályázni. A megoldás azonban körvonalazódik, a vadászkamara nem tulajdonba, hanem használatba kapja a Grassalkovics kastélyt. Költségvetésből is hozzá fogjuk tenni a működéséhez szükséges pénzt. Ennek egyetlen egy hátránya van, hogy sokkal nehezebben tud Európai Uniós forráshoz jutni, mintha a tulajdonos és a kamara lenne. A kiállítás megnyitásaként a miniszterelnök helyettes személyesen is köszöntötte Széchenyi Zsigmond özvegyét, aki fél évszázadon át ápolta Széchenyi Zsigmond hagyatékát, illetve megköszönték többek mellett a most hivatalosan is megnyílt időszaki tárlat megalkotójának, Pap Istvánnak a munkáját.